Sepsiszent Györgyről Várkonyi Eszter kolléganőm jelentkezik, aki Antal Árpáddal, a város polgármesterével beszélget. Szervusz Eszter, tiéd a szó. Szerbusz, köszöntöm a nézőket. Itt vagyunk Sepsiszent Györgyön, mellettem áll Antal Árpád polgármester úr. Őt fogom kérdezni arról, hogy mennyire érzik az emberek a súlyát a mai napnak, elmennek-e szavazni? Úgy tűnik, hogy az elmúlt 20 év legmagasabb részvételét fogjuk regisztrálni Romániában. Már több mint 6,5 millió ember szavazott. Amit egyelőre látunk, hogy a dél-romániai megyékben magas az aktivitás, de hál' Istennek Székelyföldön is megmozdultak az emberek. Nagyon fontos, hogy kitartson ez a lendület itt Székelyföldön, ugyanis általában az jellemző, hogy az esti órákban inkább a nagyvárosiak mennek szavazni. Ezt már látjuk, a bukarestiek is nagyon elindultak, és szintén azt tapasztaljuk, hogy külföldön nagyon-nagyon sokan szavaznak, ezért is rendkívül fontos, hogy mi magyarok a következő órákban is elmenjünk szavazni, és szólítsuk meg azokat, akik még nem szavaztak. Sepsiszent György ugyan kisváros, de hogy itt mi a helyzet, itt már az emberek nagy része leadta a voksát, hogy látszik a számokon? Itt is többen szavaztak, mint júniusban, mondjuk 3 óráig, viszont attól tartok, hogy mivel korábban sötétedik, és ugye a szavazás is csak 9 óráig tart, nem 10 óráig, ezért majd le fog lassulni ez a folyamat, tehát nagyon fontos, és ismét visszatérek erre a kérésemhez, hogy nagyon fontos, hogy az emberek elmenjenek, azok, akik nem voltak, és szólítsák meg azokat, akik még nem voltak szavazni. És akkor még egy kérdés, ami a megyét illeti, hogy áll most Kovászna megye, hányadik a sorban? Kovászna megye az országos 9. helyen van, de egyértelműen látszik az, hogy azok a megyék, ahol nagyvárosok vannak, azok jönnek felfelé, és amint már mondtam, félő az, hogy az esti órákban sokkal nagyobb lesz a mozgósítás a nagyvárosokban és külföldön is, tehát nekünk nem szabad hátradőlnünk, nem szabad most lelassulnunk, hanem tovább kell ugyanezt az ütemet vinni, és egészen estig kitartani, hogy a magyar lakta megyék ott legyenek az első 10 között este 9-kor. Köszönöm szépen, polgármester úr, mi pedig jövünk majd egy kicsit később is, akkor Tamás Sándor elnök urat fogjuk kérdezni, most pedig visszaadom a szót a stúdiónak.